Az előző videón láttuk, hogy ugye az IAC függvény pontokhoz mit rendel hozzá. Most nyilván kicsit bonyolítjuk a helyzetet, és megnézzük, hogy különböző szakaszokhoz, görbékhez mit rendel ugye az IAC-nk. Nézzük az A részét, itt ugye HBC 4 is van, akkor ugye a Z sík a megfelelő görbéjéhez, ugye Z egyenlő ez a X plusz Y, és akkor itt a függvényünk az omega síkon fog, hát, majd megfelelő görbét hozzárendez, meg a U plusz Y-szer V alakban szóval fölírni, ez itt a valós képzetes rész, valós képzetes rész, igaz? Na és akkor nézzük. Az első az A halmazunk, mi is az A halmaz, X eleme R-nek tetszőleges valós szám, Y egyenlő 0. Akkor használjuk színest, vegyük föl az Z-síkon ezt, mi is ez a halmaz, hogy hát ez pontosan az X tenger, jó? Tehát ugye az X tengelynek a pontjai itt van, ez itt az X tenger, tehát ez itt az A halmaz. Na most nem kell szerintem pontonként fölvenni, sok pontot fölvenni, tudunk így úgymond általánosan paraméteresen dolgozni, hogy az A esetben, akkor az E ad Z, az természetesen nem lesz más, mint E ad, ugye X szorozva E ad nullászor Y, az E ad nulla, az azt jelenti, hogy az nem más, mint 1. Jó? Tehát akkor mondjuk az E ad X lesz. Na. Ez az E ad X valós függvény. Itt van né, hát hogyne, nagyon jól ismerjük, E ad X függvény. Oké? Tehát akkor természetesen azt jelenti, hogy itt az összes pozitív számot fogom megkapni. Hát hol jelzkedik el az omega síkon az összes pozitív szám? Hát nyilvánvalóan az az U tengelyen található, igaz? Itt. Pontosan ez itt az F. Ide egy üres karikát kell tenni, jó? És akkor ez alapján rögtön meg is tudtuk mondani az A halmaznak a képét. B. Mi a különbség? Az a különbség, hogy ebben az esetben ugye az Y az nem nulla, hanem pi per 4 elejünk, tehát ez itt E ad X-szer, és akkor E ad I-szer pi per 4. Most az E ad I-szer pi per 4 az alapvetően, hogy az egységsúlyok körül van egy pont, ami ugye a pi per 4 szöghöz tartozik, jó? Tehát, már megint egy kicsit előre szaladtam, előbb fölveszem az Z-síkon, tehát hogyha az Y egyenlő pi per 4, akkor az azt jelenti, hogy ugye itt van ez a B halmaz, jó? Ez itt a pi per 4 érték, meg van ide passzírozni, pi per 4, jó? Na. Tehát akkor most nézzük már az omega síkon, tehát ahogy mondtam, ugye ez az egységsugarú körnek az a pontja, ami ugye a 45 fokos szöghöz tartozik, tehát akkor ugye ez itt van ez a pont, E ad X, az meg változik ugye nullától végtelenig, tehát a távolsága, de mindig ugye ezen a és akkor megoldás, ezen a fél egyenesen található, tehát 45 fokos körülbelül. Igyekezzünk jól megrajzolni, itt van, talán sikerült körülbelül 45 fokra rajzolni. Tehát annak az egyenesnek az a fél egyenes lesz a képe. ABC, a C-nél ugye a szög az mínusz pi per 3 lesz, tehát E ad C, E ad X-szer, E ad I, vagy most mínusz, ugye, mínusz pi per 3 I. Ez azt jelenti, hogy ugye az mínusz 60 fokot. Már megint az omegáról beszélek, ahelyett, hogy még előbb megadtam volna a Z-ben. Jó, tehát igen. Ugye itt most mínusz pi per 3-nál vagyunk, tehát ez. Ugye ez itt a mínusz pi per 3. Ez itt a C. Na, és akkor ugye a szög állandó, tehát az mínusz 60 fok. És a távolság az origótól, ugye az nullától végtelenig tart, tehát ebben az esetben meg ezt a fél egyenes kapjuk. Ugye ez is üres karika, és itt van az FC-nk. Jó, utolsó a D. Ebben az esetben a szög az, hogy a kétharmad pi az Y az a állandó, E az E-nél, vagy E az X-szel, E
x-el, e ad, 2 harmad pi i. Jó, itt is ez fölvesz. Már nincs több szín, akkor ez fekete. Fekete, jó. A, b, c, d. Itt van ez itt a 2 harmad pi. És akkor, ugye ez a 120 fok, akkor tulajdonképpen ezt egyeneset tovább húzva, mert 60 fok, és akkor jól mondom. Itt egyenesen kell tovább húzni. Lassza, kapjuk. Ugye? Én sajnálom, hogy sikerülni fog. Hogy ne. Jó? Ez itt a 120 fok. Mert 120, meg 60, 180. Tehát itt is üres korika. Ez lesz a FD-nek a képe. Hát nyilván a negyedékre már nagyon egyszerűen adódik, hogy ilyen filegyenes lesz végig a kép. Na mi történik, hogyha úgymond vesszük a többi? Már még nagyon sok ilyen egyenesünk még kimaradt, megyünk följebb, de akkor ugye eljutunk a pi-ig itt fönt, hát akkor természetesen ugye ez a, mondjuk, hogy ezt mondom, hogyha az y pozitív, akkor ugye ez itt elkezd forogni úgy, ahogy egyre nagyobb értéket veszünk, egészen pi-ig, és akkor tulajdonképpen határhelyzetben ez lenne, ez az egyenes lenne az fp-hez tartozó, így van? És utána, hogyha nagyobbat veszek, akkor persze ez jön így körbe. És akkor utána megint körbe. Hát ugye eleve tudjuk, hogy ez a periódikusság megvan. Tehát, hogyha már, úgymond a pi-n, itt a... Hát mondjuk pi az lehet, mert az általában meg szoktuk engedni, ugye? Itt a számoknál is a pi az engedélyezett. Tehát ettől eddig haladva, tulajdonképpen vezetszük az összes fél egyenest ott a felsőségon. Hogyha itt a x-tengely alatt vagyunk, akkor természetesen meg akkor veszük ezeket a fél egyeneseket egészen, ugye itt pedig addig, hogyha a mínusz pi-ig haladunk, jó? Na és itt ezt általában nem veszük bele. Tehát ebben a sávban, hogyha tekintjük ezeket az egyeneseket, a képe, akkor ugye az összes lehetséges fél egyenes lesz, itt ugye üres, tehát azt jelenti, hogy ugye a spártot is ez a sáv, ugye az origó kivételével pont egy rétegűen le fogja fedni az omega síkot, és hogyha megyünk följebb, ugye, akkor természetesen megint ilyen két pis sávonként le fogjuk fedni igazából végtelen sokszor ugye ezt az omega síkot. Akár fölül, akár alulra megyünk, mindegy. Tehát ott ugye megvan a két kp szerint periódikus, hogy ezt láthatjuk is. No. Akkor jöjjön a B feladatunk. Mi a különbség? Hát az a különbség, hogyha valakit megnézi, hogy itt ugye egy ilyen vízszintes egyeneseket vettünk, ebben az esetben pedig, ugye ha az A-halmaz már is megpróbálom felrajzolni, ugye x egyenlő 0, az y van mínusz pi és pi között, tehát ebben az esetben alapvetően csak egy szakaszról van szó, tehát x egyenlő 0, akkor az y-tengelyt adja, tehát és itt van az üres karika, ez a mínusz pi-nél, itt van a tömött karika a pi-nél, és erről a szakaszt, csak ezt a szakaszt veszem, jó? És ennek kell megadni a képét, ugye, az omega síkon megadni a képét, azaz nézzük, A esetén mi is van, E ad C, az nem lesz más, mint E ad nullászor, E ad i-szer y, ups, ez pedig ugye 1-szer e ad y, és az y az pont ugye mínusz pi és pi között van. Hát ez azt jelenti, hogy akkor itt tulajdonképpen az egységsugarú kört kapom, a körvonal, oké? Okay? Az összes pontját, mert az y az mínusz pi és pi között van, zöld, tehát akkor felrajzoljuk az egységsugarú kört, így, ebből a speciális esetben. Ez itt, ugye ez volt az A, akkor ez itt az FA. Jó? Oké. B halmaz. A B esetén mi a különbség? Hát ott az, hogy az X az mínusz 2, tehát itt ebben az esetben a jól látható, hogy persze ez is kör lesz, de E ad mínusz 2, tehát 1 per E négyzet sugarú a körvonalat fogjuk megkapni. Miért is? Mert megint csak itt az y az mínusz pi-től pi-ig futhat, jó? És ugye itt meg a sugarat fogja megadni.
nyilván itt az X az negatív, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a sugár az ugye egynél kisebb lesz. Jobb, ez zöld. Megint itt Z-be kéne fölvenni X egyenlő mínusz 2. Itt van a mínusz 2, és akkor itt van üres karika, itt van egy tömött karika, és ugye ezt a szakaszt választottam. Jó, nagyjából. Ezt a szakaszt választottam, és akkor ennek a képe, kicsi. Na, ez itt a él minusz 2 pont. Jó? Tehát ez lesz a képe. Ez a B halmaz. Ez itt a FB. Okay. És az utolsó a C, amikor is az X az egyenlő 1-el, tehát nullánál nagyobb. Ebben az esetben ugye akkor a sugár a C. A sugár az ugye észel, él, I, Y, akkor az ugye az E-sugarú kör kapjuk, hát ez majdnem három körül van. Előbb ezzel kezdem már, nem kellett rohanni. Ugye itt van szakasz, aminek a képét akarom nézni. Üres karikán van, ez itt az 1, ez itt a C, és akkor most fölvesszük a, mondom, az elsugarú kört. Jó, tehát ez itt ilyen nagy. Jó, tehát ez itt az E, ez itt az FC. Oké, no, természetesen, hogyha a szakasznak csak egy kisebb darabját venném, akkor természetesen az azt jelenti, hogy a körvonalnak kerülne csak a megfelelő, ugye, körébe. Hát annak megfelelően az Y, ugye milyen határok között van. Amennyiben természetesen itt ugye nem ezt a szakasz választom, hanem itt ez egyenes vagy egy is hosszabbat, akkor természetesen azt jelenti, hogy többször mennénk körbe a megfelelő, ugye, körívekkel. Jó? Minden esetre, hogyha csak ezt veszem, hogy az Y az mínusz P és P között van, az X meg tetszőleges, tehát azaz ebben a sávban vagyunk, akkor megint csak ugye azt fogjuk kapni, hogy ezek a körök le fogják fedni az omega síkot az origó kivételével. És egy rétegűen. Jó? Tehát, hogyha maradunk itt, itt az Y-ra ez a feltétel, van az X meg mínusz végtelentő végtelenben. Nyilván, mert akkor ugyanazt a síkot tekintem, mint itt az előzőnél. Jó? Jön a C feladat, ami alapvetően leginkább csak azért, mert nekem nagyon tetszik a feladat, mert hogy az eredmény, vagy az bőrbe, amit végül is kapunk. Tehát az A ebben az esetben, jó, csak A van, egy van, mindegy, akkor is ugye az E ad Z, erre az E ad X-et, E ad X-et adja. Hát ugye X egyenlő Y, tehát akkor az XY az egy X egyenlő Y-nal, tehát ez azt jelenti, hogy a Z síkon tulajdonképpen az Y egyenlő X egyenes, de van egy feltétel, hogy az X az csak mínusz P-től P-ig megy, tehát jó, zöldel jelöltük általában. Igen, ezt akkor legyen zöld, az A halmaz. Ugye csak ez a szakasza, tehát ez itt a mínusz pi, ez itt a pi pontunk, itt üres karika, itt pedig tömeg karika van. De ezt már sokkal lehetett kitalálni, hogy mi lesz ennek az A halmaznak a képe. Ez itt az A, az E exponenciális függvény által. És hát itt sajnos kénytelen vagy bele törölni ebbe az előző ábrába, mert hát tudom, hogy a megoldás az hogy is fog kinézni, tehát ezért muszáj nekem. Tehát ebben az esetben nézzük csak az omega. Jó. Ugye ez itt az omega. És hát kezdjük azzal, hogy nyilván itt mégiscsak ilyen pontokkal fogom elindítani a dolgot. Itt ugye mínusz pi nem lehet, de akkor is megnézem, hogy mínusz pi mennyi, és oda egy üres karikát teszek értelemszerűen. Nyilván megelőlegzem azt, hogy az íjat függvény, az folytonos, stb. Tehát ilyen tulajdonságokat. No, tehát hogyha az x egyenlő mínusz pi-vel, x egyenlő mínusz pi-re, az íjat mínusz pi-szer íjat mínusz pi-szer íjat kapom. Jó, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ugye a mínusz pi
Hát ugye a mínusz pi vagy pi az alapvetően ugyanazt jelent, adja nekünk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az U tengelynek, itt a negatív részén van, tőle E ad mínusz pi távolságra. Hát akkor egy per E ad pi, tehát akkor az azt jelenti, hogy nagyon közel van hozzá. Ugye? Tehát itt lesz nekünk egy üres karikánk. Hát ezt nem akarom odaírni, hogy ez nyilvánvalóan ugye a távolság az E ad mínusz pi. Mi történik akkor, hogyha ugye a pi, az x az nagyobb lesz, mint mínusz pi? Hát akkor nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a szög, ugye mert ezt változik a mínusz pi, innen jön ki innen, akkor nyilván a szög az így változik, igaz? Az x értéke nő, tehát akkor a távolság is nő. Tehát így ez forog, és egyre távolabb és távolabb kerül. Tehát akkor határhelyzetben például, hogyha azt mondom, hogy a egyenlő az mínusz pi per 2-vel, akkor nyilvánvalóan rajta van itt ezen a, ugye a V tengelynek a negatív részén. Jó, és akkor a távolság az már távolabb van nyilvánvalóan, mint az E ad mínusz pi. Tehát valahol itt ezen a ponton átmegy. Következő határhelyzet, hogyha veszem a nulla pontot, akkor az ugye az pont az egységsugarú körnek a tartozó pont az egy, ugye, értékét fogom kapni, tehát akkor ez valahogy próbálok én görbét rajzolni rá. Jó, próbálok görbét rajzolni rá, legfeljebb arrébb rakom az egyet, hogy ne legyen olyan rossz az ábra. Itt van az egy, és ahogy nő nyilván az x értéke, annál távolabb vagyok, és persze forog az egész így, hát házi feladat, ennek a görbének van neve is, alapvetően. És akkor egészen meddig, hát hogyha x egyenlő pi, akkor természetesen ugye a szög az megint 180 fokban megfelel, tehát az azt jelenti, hogy megint itt fog adódni. Itt ugye az U tengelynek a negatív részén egy pont, mégpedig természetesen az E ad pi távolságban. Jó, az origó. Ilyen így tovább. Oké? Okay? Ilyen érdekes görbénk van. Na most mi történik abban az esetben, hogyha nem ezt a ugye, szakaszt vennénk, hanem néznénk akár a félegyenest? Hát akkor természetesen, hogyha ebbe az irányba folytatom, hogy folytassuk kékkel, oké? Okay? Kékkel folytassuk így ebbe az irányba. Ez azt jelenti, hogy az x egyre kisebb és kisebb lesz, igaz? Tehát akkor egyre közelebb és közelebb kerülök, de hát közben fordulok is az origó közül. Tehát akkor ez így, hogy egyre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És hát persze az origóban üres karika van, mert hát az EJC függvényük az ugye minden értéket felhoz, kivéve az origót. Jó? Tehát akkor ez így oda fog tartani. Na most, hogyha másik irányba hosszabbítom meg a függvényt, a szakaszomat, abban az esetben akkor meg hogy kell ezt a folytatást, hogy egyre távolabb kerülök, de ez megint így forog, és akkor majd megint valahogy visszajön, és akkor ez lesz a végülis annak az egyenesnek, amit elképzeltem, az lesz a képe az EJC által. Hát ennyi.